estét kívánok mindenkinek, és boldog új esztendőt! Mai előadásnak a témája, hogy 2022-től nem lehetne mindezt másképp? Vajon mit lehetne? Mire vonatkozik ez, hogy mindezt másképp? Hát kezdeném rögtön a weblappal. Mert ugye azt veszem észre, hogy a weblapot nagyon sokan csak levélírásra használják. Viszont ez a weblap egy valós aranybánya, ha felfedezzük. Csak szeretném néhány dologra felhívni a figyelmet, hogy azon kívül, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, ahogy írja itt Hammer doktor, ugye az is szerepel a dolgokban, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. És azért egyezzünk meg, hogy ezt a gondolatot nem sokan olvassák el, és mindig más nevébe írnak levelet, csak vissza kell írnom, hogy olvasta ezt a meghatározó szöveget. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy értsük meg, hogy én betegítettem meg magam tudatlanul, és én fogom meggyógyítani magam, ha megkapom azt a tudást, amihez szükséges. Nos, ezt a tudást, alapvető tudást itt fogjuk megtalálni a germán gyógytudomány menüpontban. Nem kell messzire menni, csak oda kattintani, és rengeteg dolgot ebben a germán gyógytudomány menüpontban meg fogunk találni. Mi lenne, ha ezzel is foglalkoznánk, hogy eleve megnézem, hogy miről is szól ez a germán gyógytudomány menüpont. Már innen el lehet jutni olyan dolgokhoz, hogy tudok innen ugye levelet írni, hogy gyógyulni szeretnék, de megismerhetem a konfliktus típusokat, megismerhetek egyéb dolgokat, és innen is be tudok kapcsolódni ide a mai webkonferenciára, aminek van egy külön menüpontja, és ennek természetesen itt is van egy külön menüpontja, ingyenes webkonferencia itt van. Ezt azért hoztam be, hogy szóljak, hogy a könyvek innen is megrendelhetők, illetve tudástár videókba, valamint az egyéb videókba be tudunk kapcsolódni. Na most, ha ide az utolsó pontra kitörlöm a többit, hogy csak ez maradjon. Ha ide a videókba belekapcsolódunk, ez egy kicsit vastag ez a vonal, kitöröljük, és megpróbálom még egyszer, tehát ha itten alul a videó menüpontra rákapcsolok, akkor eljutok a webkonferencia videókhoz, amelyek legalább tematikusan vannak összetéve, és mint ilyen segít abban, hogy a hasonló témájú dolgok ugye egymás alatt legyenek. Én, amikor levélben válaszolok, ezt a menüpontnak a linkjét szoktam betenni, pontosan azért, hogy az illető tájékozódjon. Nem bonyolult a weblap. Itt van a germán gyógytudomány, és itt van a tudástár. Tehát az információt ebből a két menüpontból fogjuk megkapni, plusz minden kedden, és hát ugye szerdán, az ingyenes webkonferenciából. Aki követ minket a Facebookon, itt van a Facebook elérhetőségünk, és beírja magát 16.401-nek, az mindig értesítést fog kapni arról, ami történik, hogy milyen videóanyag lesz kitéve, milyen webkonferencia lesz megtartva, és ha lesznek képzések, mert tudom, hogy ez egy visszatérő kérdés, már telefonon is kérdezték, amikor lesznek képzések, az itt a Facebook oldalon fog megjelenni, plusz a képzésrendben. Tehát akinek nincsen Facebook oldala, de rákacsint minden héten a képzésrendre, vagy itt van a webkonferencián, akkor ezekről a dolgokról értesítést fog kapni. Ez ennyire egyszerű. Tehát nincs itt ebben semmi hókusz-pókusz. Felhívnám a figyelmet a tudástár menüpontban, aminek van négy alpontja. A germán gyógytudomány tudástára teli van olyan írásokkal, amit el lehet olvasni, ki lehet nyomtatni, esetleg még webkonferencia vagy videó is csatlakozik hozzá. És akkor itt felhívom a figyelmet erre a kiegészítés a negyedik természettörvényhez című írásra.
hogy értsük már meg, hogy mik ezek a fertőzések, és hogy mi hogyan terjed, vagy nem terjed. Ameddig benne ülünk abban a régi gondolkodásban, amiben minket bele szoktattak, vagy nem mondjak más hasonló magánhangzókkal más szavakat, szóval addig nem fogunk tudni másképp gondolkodni, addig félelemben maradunk. A negyedik természettörvényre nyilván ma is ki fogok térni. Aztán itt van az épp testben épp lélek, vagy épp hogy élek. Itt mindenkinek felhívom a figyelmet a recept helyett néhány gondolat karbantartásra Osótól. Legyen szívesek ezt kikeresni. Legyünk szívesek ezt a három oldalnyi összegyűjtött lényeget kinyomtatni, és mondjuk egy héten egyszer átolvasni. Itt található az a gondolat, ami engem teljesen megőrített, és akkor itt jön a 180 fokos fordulat, ugye, ami ezt jelenti. Amikor elhagyom a régi gondolkodásomat, és új gondolkodással új eredményeket érek el. A gondolat így szól. Ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. És akkor már csak azt kéne megkeresni, hogy mi szükséges a boldogságunkhoz. És ha van egy jó hosszú lista erről, akkor ez azért nagyon jó, mert rögtön rájövök arra, hogy mik a félelmeim. És akkor kiderül, hogy azért nem vagyok boldog, mert még mindig félelemben és elvárások közepette élek. Bizonyán. De amikor megtanulom a félelem nélküli életet, bizalommal, elfogadással, hát akkor az egy valós 180 fokos fordulat. Aki ezt nem csinálja meg teljes egészében, nem csak 179 fokban, hanem 180 fokban. Azt kérem szépen újra meg újra bekerül a biológiai félelmek hatalmába. Egy következő menüpont is van itten, és hát ez az embereket nagyon szokta érdekelni, hogy életmód és egészség, hát ugye életmód tanácsadó és terapeuta is vagyok, papíron is van róla. Szóval a kurkuma egy fantasztikusan jó vízhajtó. És amikor agyi ödémákról beszélünk, akkor a kurkuma használata egy fantasztikus segítség. A szemtornát ajánlom mindenkinek, aki szemüveges, vagy éppenséggel nincs szemészeti műtét után. Tessék megnézni ezt az írást és a hozzá kapcsolódó videót, és akkor lehet segíteni a szemünknek a látásán. És hát vannak legjobb természetes vérhigítószerek is, és egy csomó minden más, ami a fizikai világból kapható segítséget foglalja össze. És nagyon lényeges, de tényleg nagyon lényeges az ébresztő, kérem szépen. Hát én legszívesebben ezt az írást, az út benned van. Most ide kivetíteném, és utána levetíteném azt a rövid film részletet, ami ehhez a dologhoz tartozik. Egyszerűen igyekeztem ebben a weblapban úgy összeállítani ezt a tudásbázist, hogy ne csak írások, hanem videók is legyenek mellettük, ahova lehetett tenni olyat, azt tettem, ahova nem. De értsük meg, hogy a tudástár az egy aranybánya. Csak éppen el kéne kezdeni foglalkozni vele egy icipicit komolyabban. De erről majd még a továbbiakban hát szó fog esni. És akkor, aki már volt legalább egy webkonferencián, vagy megnézte az öt természettörvényről szóló videót, az már teljesen tisztában van azzal, hogy nem betegségek vannak, hanem értelmes biológiai külön programok, amelyek különben nem indulnak el, csak ha én elindítom. És ennek egy részét fogjuk betegségnek nevezni. Már ez egy, hogy mondjam, egy megnyugtató gondolat kéne legyen, hogy folyik bennem most egy gyógyulásról szóló folyamat. Csókolom, akkor megyek orvoshoz, amikor éppen gyógyulok, és kapok gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljak. Érthető, hogy miért léptem ki több mint 10 éve ebből a betegségiparból?
Akkor nem tudtam, hogy én ma este egy webkonferenciát fogok tartani, és erről fogok beszélni. De azt tudtam, hogy nem csinálok olyat, ami árt az embereknek, mert a nil nocere, a nem ártani, hát felszólítást be kéne tartani. Tehát, ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen külön program, ahhoz mi szükséges? Kérem, csak a félelem. Milyen félelemről beszélünk? Hát van, aki állandóan szorog. Szorong, izgul, hideg a keze, hideg a lába, a szorongás miatt szorulása van, szed mindenféle bogyót, beöntést, és a többi, és a többi, és még sincs megoldva. Mert a szorongást, a félelmet kellene leállítani. Na de igen, a biológiai testemnek mindig lesz félelme, főleg, ha úgy, ahogy ezen a képen látjuk, mint derült égből a villámcsapás, ér minket egy váratlan, kellemetlen hír, mert ha valami örömhírt kapunk, attól nem fogunk megbetegedni, tehát mindig félelem van mögötte, és én ezt váratlanul, elszigetelten, magányosan élem meg. Na, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy Dirk-Hammer-szindróma, vagy DHS. Hammer doktor fiának a nevét tartalmazza, és azért szindróma, mert benne van, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elindítsak egy értelmes biológiai különprogramot a szervezetemben. Az EBK, vagyis az értelmes biológiai különprogram elindulásához, tehát kell egy érzelmi megrázkódtatás, ami az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. Na kérem szépen, ez egy nagyon, de nagyon lényeges felismerés, és ameddig ezzel nem foglalkozunk, addig mindig valami másban keressük a hibát és a megoldást. Ha lélek-agyszerv tengelyen betegítettem meg magam, akkor ugyanezen a tengelyen fogok meggyógyulni is. Én magam. Előfordulhat ritkán, hogy külső segítségre van szükségem, de ha lenyugszom és megértem, ingyenes előadások vannak hozzá, hogy éppenséggel hol tartok, akkor kérem, meggyógyulok. Szóval, az első biológiai természet törvény alapjaiban rengeti meg a medicinát. Mert rámutat arra, hogy azok az érzelmi megrázkódtatások, félelmek, amelyeket nem oldok fel, azok fognak bennem betegséget elindítani, sőt, krónikus betegséget, ehhez csak az kell, hogy ne zárjam le a napjaimat békével, és akkor ezek a körülmények, amiket rögzítettünk, ezek a sínek, segítenek nekünk abban, hogy krónikus betegek legyünk, és nem a kortól számít, hogy valakinek ízületi baja van. Lehet juvenilis valaminek nevezni, de ott is lélek-agyszerv szintén történik minden. Már a méhen belüli életben elszenvedett változások mögött is ezek a dolgok vannak. A magzat a saját konfliktusa következtében fogja a szervi elváltozásokat létrehozni. Ennyire egyszerű a dolog. Lélek, agy, szerv, tengely, ezt ne felejtjük el. Na most akkor miről kéne valóban beszélni? Nem, de bár arról, hogy mitől szenvedek én valójában. Na vajon mitől szenvedek? Elemezzük-e egy kicsit? Volt egy elképzelésem, hogy kéne, vagy mikorra kéne befejeződjön egy folyamat. És hát mi a fene tört? Nem úgy történt. És akkor ezen tudok rágódni, bosszankodni, és itt a táblázat lehet választani bármit. És a biológia ad rá egy értelmes választ. De kérdezem én, min tudok változtatni? Azon, ami már megtörtént, mondjuk összetört az autó, vagy az elképzeléseimen. Ha valaki ma, itt és most tud változtatni valamit a tegnapi napján, itt és most a tegnapi napján, oké? Ami megtörtént, és meg tudja csinálni azt, hogy az meg nem történt legyen, jó? Akkor írja meg, hogy ezt miről szól, hogy csinálta meg, és küldöm a 100 000 eurót, jó? Ennyire egyszerű.
Mert hogy semmit nem tudunk a tegnapi napunkon változtatni. Semmit, csak egyetlen dolgot. Hogyan gondolok én erre? Még mindig azon bosszankodom, hogy? Még mindig szarul érzem magam attól, hogy? Vagy a legfontosabb dolog az, amit meg kellene tenni, hogy lezárjuk békével a napjainkat. Ennyire egyszerű. Soha nem az számít, hogy mi történt. Leírják levelekben hosszan, hogy mi történt valakivel. Csak éppen arról nincs szó, hogy az a valaki mit élte meg ez alatt. Hát ez itt a probléma. Az illető kéne leírja, hogy abban a helyzetben, ami megtörtént, ő hogyan érezte magát, mert mindenki számára, kérem, az egyetlen valóság a saját megélése. Ez számít, ez fogja meghatározni, hogy a DHS az agy közvetítésével milyen szervi választ indít el. Nyilván, ha már van szervi válasz, akkor tudjuk a táblázat alapján, hogy ő mit élt meg. Ez nem kérdés, mert a lélek agy szerv tengelyen. Ha egyik pontot a háromból tudom, akkor tudom, hogy a másik kettő mi. Hol van az agyban a becsapódás, és milyen megélésről van szó. Na most mi volna a legfontosabb? Hogy meg se tanuljuk még az első természet törvényt sem. Mi kellene ehhez? Hát mindenképp lezárom a napjaimat békével. Kérem, nincs olcsóbb, hatékonyabb megoldás arra, hogy meg se betegedjek, vagy arra, hogy meggyógyuljak, mint hogy lezárom békével a napjaimat. Hogyan? Itt van, leírom, nem titok. Megbocsátással, megértéssel. Amikor egy másik emberrel gondom van, a megértésben, az empátiában hatalmas segítséget nyújt a germán gyógytudomány. Ha egy agresszív, egy narcisztikus emberrel élek együtt, akkor a viselkedések megértése, a viselkedés változások megértéséhez van segédanyag. Amikor valamit nem tudok megoldani, akkor nem egyszerűbb elengedni? Vagy mondjuk elengedni olyan történeteket, amin már nem tudok változtatni, és elengedni a holtakat egyszer is mindenkorra, mert ameddig én önző módon kapaszkodok belejük, szegények nem tudják elérni azt a frekvenciát, ahova elindultak. Elengedés. Aztán itt jön az legnehezebb két dolog, az elfogadás és a hála. Elfogadni valamit? Hát már nehogy. Hát ő ütött meg, ő kezdte. Hát hogy tudjam elfogadni, hogy betörtek? Hát hogy tudjam elfogadni? Hogy tudjam elfogadni? Kérem szépen, akkor fogjuk tudni elfogadni a világot is, meg önmagunkat is, amikor megváltoztatom az azonosultságom. Erről még majd szólok. A lényeg, hogy mindig, minden nap le kell zárni békével a napjainkat, mert különben a biológiai törvények vonatkozni fognak ránk. Akár elhisszük, akár nem hisszük. Lehetek én akármilyen szkeptikus, bármi, kérem szépen, nem számít. A biológiája a szkeptikusnak is ugyanúgy működik, mint minden embernek. Tehát itt van a megoldás, hogy mit tegyek azért, hogy meg se betegedjek. Itt van a megoldás. Nem kerül pénzbe. De senki helyettem nem tudja ezt megtenni. Megegyeztünk. És akkor a második természet törvényből ugye tudjuk, hogy két szakaszban zajlik le. Minden értelmes biológiai különprogram, van egy konfliktus aktív, egy megoldás követő fázis. Amikor becsapódik az a bizonyos váratlan esemény, annak itt lesz a központja, tessék, ott van, látható az agyi CT-n. Lélek, agy, szerv, tengelyről beszélek. De amikor valaki konfliktus aktív fázisban van, vagyis teli van félelemmel, szorongással,
Három hónapja történt valami, de úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Akkor már három hónapja benne vagyok a konfliktus aktív fázisban, és zakatol az agyam egyfolytában. Emelkedik a pulzusom, a vérnyomásom, a légzésszámom, nem tudok nyugodtan aludni, hideg a kezem, hideg a lábam. Van valaki a teremben, aki még ilyet nem élt meg? Biztos nincs. Rendben van, itt egyetlen egy kérdés, hogy meddig ülök ebben az állapotban? Mikor fogom végre lezárni a konfliktusomat? Mégpedig érzelmileg, mert nem adom a láb. Érzelmileg, úgy, ahogy az előbb elmondtam, tessék szíves lenni, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával ezt megcsinálni minden este. És akkor nem betegszem meg. De ha három hónapig én szarul éreztem magam, mit fog csinálni a biológiám? Hát megpróbál megszabadítani a kakitól. Ennyire egyszerű. És hogyan? Úgy, hogy a vastagbél a nyálkahártyáját felszaporítja, hogy még több nyák termelődjön, hogy végre kicsúszol az a kaki, ami nincs is ott, csak a fejem. Itt van a baj. Hogy szarul érzem magam, mert a nagyokos fejem nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ezt nagyon jegyezzük meg. A könyvemben ez rengeteget ismétlődik, mert nagyon fontos. Na és akkor, ha megoldottam végre a konfliktust, mit fogunk csinálni? Helyreállítjuk azt, amit a cél érdekében, hogy megszabaduljak a kakitól, ezt megcsináltam. És a megoldás követő fázis, MK, látjuk, hogy három szakaszból áll, exudatív, epileptoid krízis, hegesedési fázis. Az előző példában mi lesz? Gyulladást jelenik meg a vastagbélben. Húha, szenvedünk, mint a radai. Hát gyulladás van. Hát a gyulladás az egy kellemetlen tünet, és rögtön betegnek érzem magam, megyek orvoshoz, és az látni fog egy vérző szövet szaporulatot, és kimondja a lesújtó hírt, rák! Miről szól a rák? Miért nevezhetnék ezt ráknak, kutyának, madárnak, gilisztának, több mindegy. Nem ez a fontos, kérem szépen. Az a fontos, hogy tudjam, hogy megoldásba került egy értelmes biológiai különprogramon. Mert mindennek értelme van, ami a szervezetemben történik. Nincsenek ismeretlen, rossz indulatú, gyógyíthatatlan betegségek, csak gyógyíthatatlan betegek. Mert az, aki nem akarja, még az öt természet törvényt sem megismerni, és ezt levélben ma is megírtam egy-két megmentőnek. Legyen szíves, hagyja békén az embert, akkor is, ha a gyereke, meg akkor is, ha a férje. Ne győzze meg, mert mi lesz a vége? Három hónap múlva frekvenciát vált, és neki addigra lesz melldaganata, lesz petefészek rákja, lesz tüdőrákja, és önleértékelésből még valami egyéb dolga. Drága hölgyeim és uraim, megéri ez? Hogy egy másik ember nem akarja fölfogni a biológiai működésnek az igazságait, akkor nem kell vele foglalkozni. Akkor sem, ha családtag. Akkor sem, ha gyermeke. Ha ő be akarja oltatni magát, oltassa be. Isten áldja. Ennyi. Szóval eljutunk a megoldásba, és szenvedek, mert a gyulladás az micsoda? Rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár, ugye kórusban mondta mindenki. Vagyis ez azt jelenti, hogy piros, duzzadt, meleg, fáj, és nem működik rendesen. Ez nem csak a nyálkahártyára vonatkozik, ezt nagyon élvezük, ha egy ízületünk gyullad be. Ugye most tettem ki a ganglionokról, cisztákról szóló előadást. És mit lehet akkor itt csinálni? Szenved nem kell. Nem. Lehet bevenni egyszerű fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt, de nem szteroidot. Amúgy a terápiáról két előadás is van, csak meg kéne nézni. Az exudatív fázis azért exudatív, mert exudátum, vagyis folyadékgyülem alakul ki hol? Hát a szövetekben.
Ugye sejtekből vagyunk felépítve, ezek a hasonló sejtek szöveteket alkotnak, ezt így hívjuk, a szövet, és a sejtek közötti állományban folyadék van. És ez fölszaporodik, és ettől duzzad, ettől fáj, meleg, gyullad, és a többi. Nem tart a világ végéig, ha csak el nem rontom a dolgot, majd megmutatom, hogy kell elrontani ezt a gyönyörű ábrát, mert jön az epileptoid krízis, és ebben az esetben, az epileptoid krízisben, hát nagyon kellemetlen bélgörcseim lesznek. Bizonyám, és még a fejem is fájni fog. Miért? Mert az exudátum, az az agyi relébe is felszaporodik. Ez most éppen nem a vastagbélről szól, hanem a heréről vagy petefészekről, illetve egy megoldott birtokvesztésről. Egy koronária történet. Tehát, amikor beindul az epileptoid krízis, ennek az a lényege, hogy helyre teszi a reléket, az agyi reléket. Vagyis kipréseli belőle a vizet. Látjuk, a nagy szürkességnek a szélén már, hogy is mondjam, tisztul az égbolt. Kialakul a hegesedési fázisnak a képe, majd a hegesedési fázisra, de úgy, hogy kipréselődik belőle a folyadék. Ez a folyadék kipréselődés nem csak az agyban, hanem szervi szinten is megtörténik, és mi lesz az eredménye? Többet pisilunk, mint amennyi folyadékot megittunk. És lesz egy kis görcsünk, és le fog szakadni egy csomó szafat, véres lesz a székletem, és megijedek, mert jó, Istenem, véres a széklet, és akkor mi van? Akkor mi van? Szóval a hegesedési fázisban, amikor beérkeztünk, akkor már meg vagyok nyugodva lelkileg, jó a hangulatom, jó az étvágyam, de kifacsart, mosogató rongy vagyok, olyan fáradt vagyok. Vajon miért? Hát pont azért, hogy maradjak az ágyban, engedjem meg a testemnek, hogy teljesen rendbe hozza magát, és ha ezt megengedem, akkor amint látjuk, ahogy kezdődött a dolog itt, ugyanúgy fog végződni, tehát beáll megint a rend, nappal a szimpatikus idegrendszer tónusa, este pedig a éjjel a paraszimpatikus idegrendszer tónusa, aki megnézze az öt természettörvényről szóló előadást, az ezeket a kifejezéseket tökéletesen érti. Nos, 87-ben Hammer doktor az embriológiával és a magatartás kutatással foglalkozik, és megtalálja a harmadik és a negyedik természettörvényt. Ez valami döbbenetes. 87-ben. 81-ben fedezi fel az első törvényt, röviddel utána a másodikat, és 87-re készen van a négy törvény. És közben, hogy milyen élete volt, és milyen nehézségekkel ment át, hogy még a felesége is meghalt a karjai között, nem csak a 19 éves fiú, ezt mind megtudhatjuk az élete történetéből, most ebben nem mennénk bele. Embriológiát sem kell megtanulni ahhoz, hogy meggyógyuljunk, csupán annyit kell megjegyezni, hogy minden sejtem, minden szövetem három csiralemezből alakult ki, amit itt grafikusan piros, narancs és sárga színekkel jelölt Hammer doktor. Ezekből alakul ki minden szervem, minden szövetem, és ezeknek megvan pontosan az agyi irányítása, itt a színek mindenre utalnak. Tehát a narancssárga agyvelő, a narancssárga csíralemezből származó csontsejteket fogja mondjuk irányítani. Részletekben most nem megyek bele, csak felhívom egy nagyon fontos dologra a figyelmet. Amint látjuk, ezek egyirányú nyilak. Nincs visszafele. Tehát ami egyszer kialakult egy csiralemezből, az a sejt egy életen át azt fogja tenni, vagyis nincsenek áttétek. Ez biológiai képtelenség. Persze, ha nem érti az akadémikus orvos, hogy egy daganat után megjelent valami, egy nyirokcsomó megnagyobbodás, akkor azt fogja mondani, hogy az áttét. Holott csak a lebontott szövetekről van szó. Milyen lebontott szövetekről? Ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és a túlélés érdekében kérem, csupán három dolgot tehetek. Vagy szaporítom a sejteket, vagy sorvasztom, vagy működést változtatok. Csak ennyi.
Ezt látjuk a konfliktus aktív fázisban. Építem a sejteket, ha agytörzs és kisagy által vezérelt program van, bontom a sejteket, ha agyvelő és agykéreg által vezérelt program van, és itt alul látjuk, hogy a működést tudom gátolni, illetve a működést tudom helyreállítani, ez csak az agykéreg képes megtenni. A hozzá tartozó sejtekkel. Mit csinálok a megoldást követő fázisban? Hát vajon mit az előző dolgoknak a fordítottja? Ha építettem, lebontok, ha lebontottam, építettem, ha működést gátoltam, működést helyreállítok. Kérem, ennél egyszerűbb nincs a világon. Ehhez nem kell egyetemi végzettség, viszont ez adja az orvosi gondolkodásnak az alapját. Ez adja, vagy kéne, hogy adja. Ez adja a biológiának a megértését, mert itt nem csak az emberről van szó. Ez vonatkozik, kérem szépen, cicára, kutyára, mindenre. Gilisztára is. A negyedik törvény meg arról szól, hogy Hammer doktor rájött, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok vagy mikróbák, azok kapcsolatban vannak azzal, hogy megsejtem, melyik csira lemezből alakult ki. Tehát abban az esetben, amikor az agytörzs által elindítok egy építőmunkát a túlélés érdekében, a lebontásban segíteni fognak a gombák. Pötty. Abban az esetben, amikor a kisagy által elindított programban túl sok sejtet építettem fel, a megoldásban segítenek a gomba baktériumok, vagy TBC baktériumok. Milyen jó, hogy beoltanak ellene minket, és már is és igyekeznek meggátolni, hogy TBC legyen bennünk, mert kinevezte Louis Pasteur ellenségnek a TBC-t. Holott a legtökéletesebb segítőnk nyilván akkor fog elszaporodni, ha nem zárom le békével a napjait. A agyvelő által irányított programokban mit csinálok? A baktériumok azok, akik jönnek és segítenek visszaépíteni azt, amit már előtte lebontottam fájdalom nélkül. Agykéreg által vezérelt programokban mi a helyzet? A vírusok jönnek és segítenek a sejteket visszaépíteni. Tehát, ha humán papilloma vírust mutatnak ki valakinek mély nyálkahártya felszínéről, akkor nem azt jelenti, hogy ők okozták azt a krátert, hanem azt jelenti, hogy a hölgy megoldotta, vagy függőgyógyulásban van a féltékenysége, és a nyálkahártya visszaépítése miatt vannak ott ezek a drága vírusok. Tehát ez szögesen ellentmond annak, amit tanítottak nekünk az egyetemen, meg amit tanítanak az iskolában. Itt kórokozókról beszélnek, ezek nem kórokozók. Akkor lesz túl nagy a számuk, ha túl nagy, túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, nyilvánvaló, akkor a megoldásban is megfelelő számú segítőt fogunk kapni. Meg ha függő gyógyulásban vagyok, mindjárt mutatom, akkor természetesen fent marad a számuk. Van ám kérem a szervezetünkön kívül is gomba, baktérium, stb. Ez nem kérdés, sőt már van olyan, amit az ember állít elő, mert hát ennyire okosak vagyunk, egy ártó szándékkal természetesen. A kérdés csak az, hogy békében élek-e önmagammal és a világgal, mert ebben az esetben az én védekezési rendszerem maximális. És jöhet akármilyen külső tényező, képes vagyok megoldani a külső tényezőknek az ártó hatását. Így. Ne feledjük, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a mérgezés. Jó? A hiányos táplálkozás és ennek következményei. Nem tartoznak ide a kemoterápia, sugárkezelés és orvosi műhibák által elkövetett dolgok a szervezetünkben. És nem tartoznak ide a balesetek sem, de a baleset következményei azok már igen. Mert érzelmileg valakit a baleset annyira kiborít, és benne marad a konfliktusban, tehát szervi elváltozást fog előidézni,
másodlagosan. Na most itt van egy nagyon lényeges kérdés, ami de nagyon időszerű. Nem a vírus terjed, hanem a félelem. Jó lesz megjegyezni. Megint utalok a lényegre. Lélek, agy, szerv, tengerről beszélek. Minél nagyobb a félelem, annál intenzívebb szervi választ fogok én erre előállítani. Logikus? Mindig az én megélésem határozza meg, hogy milyen biológiai választ adok egy félelemre. De ha itt minden hírek arról szólnak, hogy hányan haltak meg, hogy ez világjárvány, holott nem az, hogyan meg miként lehet ebből ettől megszabadulni, és félelemből maszkot veszünk, oltásra megyünk, távolságot tartunk, minden olyan dolgot rendelnek el, ami életellenes. Én csak gondolkodásra szeretnék mindenkit meghívni, aki ezt nem hajlandó, ezzel nem akarok vitatkozni. A vita veszekedése hova se vezet, az élet úgy is bebizonyítja. A biológiai törvények, mint mondtam, mindenkire hatnak. Akár elhiszük, akár nem. A jelenlegi társadalmi berendezkedés vajon nem a félelemre épül? 28 éve nincs televízió, nem is lesz. Meg akarok hallgatni valamit a rádióba két egész óra között, hogy ne már mindig csak a félelemkeltő híreket halljam újra és újra, hát akkor se találok egy normális előadást. Szóval döbbenet. A lényeg az, hogy addig tudnak félelemmel manipulálni, ameddig nem tudom, hogy ki vagyok én valójában. Ki vagyok én valójában? Fogalmunk nincs arról, hogy egyedi, megismételhetetlen csodái vagyunk a teremtésnek. Lelkek vagyunk, akiknek jelenleg van egy biológiai testük. Jó lenne ezzel tisztában lenni, és akkor nem tudnék azonosulni a 4%-kal a biológiai testtel, hanem át tudnám venni az irányítást tőle. Mennyivel egyszerűbb lenne az életünk. Mikor fogok kilépni a félelemből? Akkor, amikor nem azonosulok a 4% biológiai testtel. A félelem a biológiai testemnek a motorja. Az, amire ő egyfolytában keresi a választ, hogy hogyan lehet túlélni valamit, és hogyan lehet a fajt fenntartani. Neki ez a feladata. De ameddig csupán ennyi foglalkoztat egy embert, addig nem tesz többet, mint a nyuszi, vagy a mókus, vagy a róka, vagy éppen a disznó a disznóoltban. Azon túl, hogy még beszélni is tud. De mit ér vele? Mit ér vele, ha semmi más nem érdekli, csak a betevő falat meg az esti szex? El kellene ezeken gondolkodni. Tehát amikor a racionális gondolkodás helyett merjük bizalommal és elfogadással élni a napjainkat, akkor valami nagyon, de nagyon megváltozik. Megmondjam, hogy mi? Elkezdünk élni. Elkezdünk valóban élni, mert az élet ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Ekkor már nem másokra hallgatok. Nem, kérem szépen, hanem a belső hangra, a lélekre. És ekkor nem az lesz a célom, hogy mások elképzelései szerint éljek, hanem a lelkemre hallgatok, és kilépek mindenféle félelemből. A létezés megtapasztalása, kérem, az, amit félelem nélküli életnek tudok nevezni. Amikor megtapasztalom a létezés örömét, akkor ez egy olyan mély megértéshez fog vezetni, ahová a racionális, okos agyammal soha nem fogok eljutni. A racionális okos agyam mindig keresi a kifogásokat.
mindig a biztonságot keresi. Mindig a túléléssel van elfoglalva. De az érzéseinket és a gondolatainkat, amivel a biológiai testünk rendelkezik, mire kéne használni? Arra, hogy rádöbbenjek arra, hogy valójában nem csupán egy biológiai test vagyok, akinek a túlélés és a fajfenntartás az egyetlen célja. Amikor megértettem, hogy ki vagyok én valójában, akkor fogok eljutni oda, hogy merek bízni önmagamban. Mert mi van, ha nem merek bízni önmagammal? Eladom az életemet, eladom az időmet, és elmegyek valahova rabszolgának. És erről szól a mai társadalom. Erről szól. Azok, akik a kezükbe veszik az életük irányítását, azoknak nincs főnökük, akik azt mondanák, hogy nem jöhetsz dolgozni, ha nem vagy beoltva. És ha én tiltakozom el a oltás ellen, akkor vegyem a kezembe az életem irányítását. Lépjek ki abból a komfortzónából, volt Rékának erről is előadásra, mikor lépek ki a komfortzónából, amiben eddig éltem. Mi kell a túléléshez? Elismétlem. Levegő, víz, táplálék. Szóval a rabszolgaság, amiben élünk, az a létezés elleni állapot. Jó lenne ezzel tisztában lenni. Az ötödik természettörvény a biológiában a lényeg megértésének a törvénye, és ehhez sem kell egyetemet végezni. Első, második osztályos gyerek rájött arra, hogy minden, ami él, az élni akar. Hatalmas felfedezés. Annyira bagatelnek tűnik, hogy a fenébe nem jön rá Hammer doktor erre hamarabb. Azért, mert benne volt a biológiának a kutatásában, az embriológia a kapcsolatrendszerekkel. Rengeteg dologgal foglalkozott. És amikor erre rájött, ez a quintessencia, a megértésnek a törvénye. Amikor rájövök, hogy minden, ami bennem történik, az nem ellenem, hanem értem történik. Ez egy hatalmas, megnyugtató érzés. Aki csak az ötödik természettörvényt el tudná fogadni, már soha az életében nem lenne pánikos. Nem szorongana. Tehát mi a betegségnek a lényege? Amit betegségnek nevezek, az az értelmes biológiai különprogramnak csupán egy része. Csupán egy része. Mennyire fogok szenvedni? Annyira fogok szenvedni, amennyivel többet ültem a konfliktusban, mint kellett volna. Tehát 2 percnél többet ült. De hát most kaptam olyan levelet, hogy és hogy milyen a környezet, és hogy mi van a világban, és hogy ez mennyire félelemkeltő. Tényleg? Kérem szépen, minden, ami kint is zajlik, az is értünk van. És nem ellenünk. Én tudom, hogy most sokan ilyet csinálnak, de tessenek egy kicsit belegondolni. A szabad életnek a korlátozása, amit jelenleg megtapasztalunk, hova vezet? Még nagyobb szabadságvágyhoz vezet. Elvezet oda, hogy végre ne akarjunk másoktól függeni. Elvezet oda, hogy olyan életre vágyunk, és alkotunk olyan életet, ahol függetleníteni tudjuk magunkat azoktól a dolgoktól, amelyek hát rabszolgaságban tartanak. Ha tisztában vagyok vele, hogy én vagyok a legfelsőbb hatóság, akkor nincs az a hatóság, aki bármit rám tudna kényszeríteni, főleg olyan dolgot nem kötelezhetnek rám, ami életellenes. Ami életellenes, ami tudománytalan, ami nincs bebizonyítva. Ne felejtjük, a tudomány az, ami reprodukálható. Egy riport, egy ilyen
egy ilyen egerben felvett riporthoz azért megjegyzésként, mikor arról vitatkoztak, hogy mi a tudomány, ennyit beírtam. Hogy a tudomány az, ami reprodukálható. Most igen, a félelemkeltésnek az idejét éljük, de ha nem látok tisztán a sötétségben, tudnom kell, hogy túl vagyok a legsötétebb éjszakán. Oké. Érkezik a virradat és a nagybetűs fény. Mi lenne, ha erre figyelnék? A tanfolyamban sokszor megismételt mondatot ismétlem. Amire figyelsz, ott a valóságod. A félelmeimre figyelek, újabb és újabb felesleges programokat indítok el. Ha a vágyaimra figyelek, akkor viszont azt fogom megtapasztalni és megteremteni. Ne feledjük el, hogy azok, akik a félelmeket kelték ott a háttérben, százszorta jobban félnek, mint mi. Hát ezért kell ennyi erőfitoktatás. Mi szükség van katonára a kórházba? Tessék már nekem megmagyarázni. Mire kell? Csak félelemkeltésre. A katona nem fog beleszólni senki kezelésébe. Megegyeztünk. Szóval, amikor a szabadság jogainkat korlátozzák, akkor döbbenünk rá arra, hogy mi volna a lényeg ahhoz, hogy valamit változtatni tudjunk. Az alapvető kérdés nem az, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az a kérdés, hogy élsz vagy félsz. Ebbe én nem akarok beleszólni. Mindenki maga hozza meg a döntését, hogy él vagy fél. Na most miért nem ismerték el Hammer doktor téziseit? Mármint úgymond a Tübingeni Egyetemet a bíróság kötelezte arra, hogy hozzon döntést, hogy Hammer doktornak igaza van vagy nincs. És az egyetem lazán kijelenthette, hogy ő ezzel nem óhajt foglalkozni. Tehát hoznak egy ítéletet, hogy valakinek be kell vonulni a rácsok mögé, és azt mondja, hogy bocsánat, de én ezzel nem akarok foglalkozni. Nem? Hát nem. Szóval, 98-ban elismerték Hammer doktor téziseit egyetemi szinten, egy nagyon lényeges, a Nagyszombati Egyetemnek az igazolását látjuk itten kivetítve, és ha ezt elismerték volna, már a négy törvény után, 98-ban, mi történt volna? Meghatározta volna az orvosi gondolkodást. És nem tudták volna elkövetni mindazt, amit ma, meg egy évvel ezelőtt már elkövettek velünk. Ez a lényege ennek az egésznek. Ezért nem vezetik be, mert ameddig a gyógyszeripar kezében van a hatalom, a pénz, addig kérem, ő fogja leosztani azt, hogy mi tudományos és mi nem. A krónikus betegségek oka a fel nem oldott konfliktus, remélem erre már mindenki rá is jött. Tehát, ha fel se oldottam a konfliktust, függő konfliktus aktivitásba, vagy túlzásba viszem a szövetszaporulatot, vagy a sejtsorvadást tőle értékeléssel, vagy leblokkoltam egy működést, és cukorbeteg maradok egy életre. Miért? Mert nem változom. Nem vagyok hajlandó változni, változtatni. A függő gyógyulás az, ami viszont tönkre teszi a szöveteket, és olyan alakulást hoz létre benne, amit aztán rossz indulatúnak, meg autoimmunnak, meg bárminek el lehet nevezni. Tehát pont a fordítottja lesz az eredmény, mint ami lenne biológiai szinten. Mert ha itt építek, akkor itten egyszer kéne csak bontsak. De bontok még egyszer, még egyszer, még egyszer, mert közben mindig végig sinen maradtam, mint József Attila. És ennek a fordítottja is igaz, ha itt bontottam, akkor itt túlzásba megy az építkezés, és elalaktalanodnak az ízületek. A policiklikus lefolyás pedig egyértelmű és
világossá teszi számunkra, hogy azok a dolgok, amelyek egy évben egyszer, kétszer vagy háromszor ismétlődnek, azok mindig csak azért fognak újra elindulni, mert azok a bizonyos sinek ritkán érvényesülnek. Mindig elmegy a program elejétől a végéig, és mivel nincs feloldva itt se a konfliktus érzelmileg, épp úgy, mint a másik két esetben sem, ezért a dolgok ismétlődnek, és hát visszatérő allergiák, meg visszatérő fájdalmak, meg egyebek, vagy éppenséggel visszatérő epilepsziás görcsrohamok jelennek meg. Nos, a konfliktus típusokat megtaláljuk ebben a táblázatban. Itt aztán lehet válogatni, hogy mit és hogyan lehet csinálni. Vannak úgynevezett falatkonfliktusok. Ezek itt találhatók a táblázatnak az első oszlopában, a sárga mezőben. Azok az értelmes biológiai különprogramok, amik falatkonfliktust jelentenek. Mit jelent az, hogy falat? Már elmondtam. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Itt van egy nagyon lényeges dolog, a magány és egzisztenciális konfliktus, ami víz visszatartáshoz vezet. Van róla legalább 5 előadás, tessék a vesékről szóló előadást megnézni, vagy a magányról szólót, vagy az ödémákról szóló előadást. Nem megyek részleteibe, csak annyira hívnám fel a figyelmet nagy felkiáltójellel, hogy ez fog minket megölni. A víznek a begyűjtése. A kisagy által vezérelt programokat itt találjuk a narancssárga oszlopnak az első felső felében. Ide tartoznak a vélt vagy valós támadások, bemocskoltsági konfliktus, vitaveszekedés és gondozási konfliktus. Vélt vagy valós támadások. Még egyszer ismétlem, az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Az agyvelő által vezérelt programokat találjuk a narancssárga oszlopnak az alján, a második felében. Itt mindig először bontok, aztán építek, és az önleértékelés önpusztítást jelent. Sorvasztom legsúlyosabb esetben a csontokat, középerős önleértékeléssel a porcokat, az inakat, mozgással kapcsolatos önleértékelésben a haráncsikoltizmokat, még enyhébb önleértékelésben az ereket osztógyűjtő nyirokerek, és a kötőszövetet és zsírszövetet. Ezek tartoznak ide, ezeket mindig előbb bontjuk, aztán visszaépítjük fájdalommal, kivéve a zsírszövet, annak a visszaépítése, mit ad Isten, nem fáj. A harmadik oszlopban találjuk, a piros oszlopban az agykéreg által vezérelt programokat, felül azokat, amelyek a sejtekre hatnak, alul pedig azt, ami a működés változásra hat. Ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, birtokkonfliktusok, birtokzónán kívüli konfliktusok, ezek mind a sejtekre hatnak, és a működés változást fogjuk találni itt, vagyis nem a sejtek száma, hanem a működése lesz gátolt, és annak a megoldásakor a működés helyre áll. Nos, a kezűség kérdését, ugye, ide be van írva, a második és harmadik oszlop programjainál fogjuk csak megtalálni. A falatkonfliktusnál nem számít, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok, de az aggódás, a bemocskoltság, a támadási konfliktus, vitaveszekedés, elválasztási konfliktus, önleértékelés, itt mindig számít, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok. A kezűség megmutatja számunkra a partner oldalt, tehát egy jobbkezes embernek jobboldali tünetei vannak, vagy egy balkezesnek baloldali tünetei vannak, az a világgal kapcsolatos, ezt úgy hívjuk, hogy partner oldal. A másik oldalon jobbkezesnek bal, balkezesnek jobb oldalt, az anya-gyerek önmagáról szóló konfliktusok fognak szervi szinten megnyilvánulni. Anya-gyerek önmaga. Hát itt az egyetlen stabil dolog az önmagam.
De hogy ki az anyám és ki a gyermekem, ezt nem a biológiai kapcsolat fogja eldönteni, hanem a kötődés. Vagyis az, akit úgy szeretek, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. Ezt nem árt megjegyezni. Nagyjából ennyit röviden, hogy aki először ül itt, az is megértse, hogy milyen típusú konfliktusok vannak. Ezekről mind vannak részletes előadások, összefoglaló előadások. Csak fel kellene menni a weblapra, és megnézni, hogy miről szól. És hát minden webkonferencia mellett ott van egy leírás, egy szöveg, hogy miről szól a webkonferencia. De a keresőben is rá lehet erre nézni. Most kérem, 2021-ben 9252 megválaszolt levélről tudok beszámolni. Ugye van egy két hely, ahol írni lehet, ebből az egyik a gyógyulni szeretnék, és ebben a helyzetben itt van egy lényeges kérdés, amit szerintem nem szoktak elolvasni. Ide van leírva, hogy ne feledje, a betegsége önnélkül nem gyógyítható. Csak is önképes rendbe hozni önmagát, ha hajlandó feladni mindazt, ami önt megbetegítette. Nem folytatom, tessenek majd elolvasni a weblapról, de itt van egy lényeges dolog, hogy kattintson ide. Tehát amíg nem nézzük meg az öt természettörvényt, nagyon szépen kérem, ne írjunk levelet. A kapcsolat menüpontból is lehet írni levelet, de itt is itt van, hogy az öt természettörvényt legyen szíves megírni, mielőtt elkezd pöttyögni a számítógépen vagy a telefonon. Legyen szíves megnézni. És a kérdésem itt is az, hogy 2022-től nem lehetne mindezt másképp? Nem írok levelet addig, míg meg nem nézem ezt az előadást. Rögtön az első a webkonferencia anyagok között. Rádöbbenek arra, hogy csak az betegít meg, amit nem tudok elengedni, és már sok mindent megértettem. Rájövök arra, hogy hajszál pontosan a tüneteim a fel nem oldott konfliktusaimmal vannak kapcsolatban. És ha ez mind így van, akkor most már elkezdek levelet írni, és konkrétan le tudom írni, hogy mire kérek segítséget. Ez itt a lényeg. Hogy nem rögtön így hallottam valamit, mondta valaki, hogy írjál Budainak levelet. Leül és ír levelet. És mi a helyzet? Már a levél megfogalmazásából látszik, hogy fogalma nincs az öt természettörvényről. Fogalma nincs arról, hogy a kemoterápia, a sugárkezelés az nem a gyógyulását, hanem a tünetek eltüntetését szolgálná, ha ebben nem halna bele. Szóval nem szeretném tovább ragozni. Nagyon szívesen segítek, nagyon szívesen válaszolok az embereknek a kérdéseire. Senki nem tart heti webkonferenciát, hogy válaszoljon az emberek kérdéseire. Én ezt továbbra is csinálom. Csinálom meggyőződésből, hitvallásból, szeretetből, mert segíteni szeretnék az embereknek. És van olyan, nem is egy, aki megnézte a rá vonatkozó webkonferencia anyagot, elgondolkodott, megoldotta a konfliktusát, meggyőződött. Ennyi. Ennyi. És van most már egy fantasztikus segítség, útmutató az egészséghez. Ezt a harmadik könyvet is Hámer doktor születésnapján mutattuk be, május 17-én, online. És benne van minden, ami ezen a táblázaton bent van. Tehát minden benne van. Benne vannak a konfliktus típusok. És ami lényeges, ami itt megvan, és nincs meg máshol, a krónikus lefolyásoknak a taglalása. A krónikus betegségeknek a taglalása. Ez itt megvan. Esetismertetésekkel, és néhány olyan szervi összefoglalás, diagnosztikai összefoglalás, aminek van egy akadémikus neve. Hogy lássuk, hogy hiába a Sjögren-szindrómáról, vagy lupus erythematódészről beszélünk.
Hányféle konfliktus van ott annál az embernél? Mi mindennel kell neki foglalkoznia? Mindegy, minek nevezi az akadémikus orvos a problémámat. Nevezheti cervikális disztóniának, és ha cervikálisra az nyak. Tehát mit kell megnézni? A nyakról szóló előadást, az igazság és igazságtalanságról szóló előadást. És hát vannak itt továbbmutató gondolatok, hogy túl a konfliktusokon, és mint egy rendes könyvben azért van tárgymutató is. Én nagyon szeretném ezt a könyvet, akinek megvan, elejétől végigolvasná, jó? Végig. Mert azért van megszerkesztve egyszerű hangnemben, hogy segítsen a gondolkodásunk megváltoztatásában. És nyilván, ha kérdése van, ír egy kérdést, jön a webkonferenciára, beírja röviden a kérdését, és én válaszolom. Én válaszolom. De nem lehetne 2022-től valamit másképp csinálni? Mondjuk az, hogy részt veszek a webkonferencián. Nem panaszkodom, mert most éppen 493 hallgató van bent a teremben, még heten férnek be. Mi lenne, ha minden héten megnéznénk egy-egy webkonferencia felvételt? Mondjuk, ami ránk vonatkozik. Mi lenne, ha megnéznénk egy-két videófilmet a Tudástár videókban? Van itt három pont, egészségmegőrzés, ébresztő, léleképítő. Mi lenne, ha elolvasnánk a Tudástárból szintén néhány cikket? Van külön germánygyógytudomány, mint téma, az épp testben épp lélek, az életmód és egészség is az ébresztő, mint ahogy erre már utaltam a bevezetőben. És ne feledjük, mindez ingyen elérhető. Tehát nem elegendő az, hogy mondjuk valamit megértettem, és meggyógyultam, elmúlt az ekcémám, elmúlt a náthám, elmúlt az allergiám, és élek úgy, mint azelőtt. Értsük meg, a stabil gyógyuláshoz, a legegyszerűbb dolog az, ha lezárom békével a napjaim. És ezt a gondolkodást mondjam úgy, hogy ébren tartom, mert a világ minden részéről pont, hogy nem erről jön az információ. Bármilyen gyógyításról is legyen szó, bármilyenről. Amíg nem oldottam föl az érzelmi konfliktust, addig hiába fogok fizikai szintű segítségeket alkalmazni. Az őrült, esztelen diéták olyan károkat tesznek a szervezetünkbe, hogy hihetetlen. A májunk nem spirituális. Nem kap kaját, elindítja a programot. Ennyire egyszerű. A májunk méregtelenítés szerve. Elkezdjük mérgezni a szervezetünket, ott lesz a májban a reakció. Logikus? Az egyetlen diéta, hogy mindent megeszel, amit jó kedvel és jó étvágyal meg tudok enni. Vannak helyzetek, amikor nem tudok enni, semmi probléma, de akkor is van vitaminbevitel, van víz, tiszta vízbevitel, arról is lehet olvasni. Kellőképpen pihenek, lázat csillapítok, és az őrült gondolataimat félreteszem, és csak arra figyelek, és csak arról álmodozom, hogy mit fogok tenni, amikor meggyógyulok. Bocsánat, ennél többet nem tudok tenni azokért, akiket egyáltalán érdekel a germán gyógytudomány.